A tradíció és a legkorszerűbb oktatás találkozik a Jedlikben. A tavalyi évben is arra törekedtek a győri iskolában, hogy fenntartsák a rájuk jellemző magas színvonalat. Módos Gábor, a technikum igazgatója arról beszélt híradónknak, szakmai versenyeken is kimagaslóan szerepeltek a jedlikes diákok. A OSTV-n 6 diákunk jutott dobogóra. Volt olyan verseny, a Ketkem informatikus, ahol első, második, harmadik is jedlikes diák volt, és összesen 25 olyan diákunk volt, aki részben vagy egészében a szakmai vizsga alól felmentést kapott. És hát sikeresek voltunk a 12-eseknek rendezett informatikai ágazati érettségi tantárgyak versenyén is. Úgy érzem, hogy az országos versenyeken az egyik legjobbak voltunk. De szeretném megemlíteni a Inverto versenyt, a Écskem versenyt, ahol az első három helyezést hozták el a jedlikes diákok, nyilván ez a gépészet területnek a szakmai versenyei, és egy kicsit kitekintve, már egyetemistaként volt két diákunk, akik a Euroskills-en dobogósak lettek. Az igazgató szerint ezekhez az eredményekhez tehetséges, okos, tanulni akaró diákok kellenek, megfelelő szülői és iskolai támogatással. Módos Gábor úgy véli, ha jedlikes tanulók ezt megértették, és céltudatosan teszik a dolgukat. Pozitívan álltak az évközben kialakult energiaválsághoz is. A pedagógus kar többször is felhívta a figyelmüket a tudatosabb gondolkodásra. Nyilván egyetlen egy iskola, állami iskola sem kivétel, tehát drasztikusan megemelkedtek az energiaárak. Mi az elvárt takarékosságot tudtuk hozni, és soha nem volt 20 foknál hidegebb. Egyedül a 9-én az induláskor, amikor megint fel kellett fűteni az iskolát, volt kicsit hidegebb, de azt hiszem, mi ezt jól kezeltük. Tartalmas volt a 2022-es év a technikum szempontjából is. Az idei esztendőben továbbra is az jelenti a prioritást, hogy a lehető legtöbb jedlikes diák jusson be, és tanulhasson tovább felsőoktatási intézményekben. Ha szabad így fogalmaznom, a standard célunk, hogy a diákjainknak a 85-90%-a felsőoktatásba közvetlenül bejusson. Ez nagyon hosszú évtizedek óta már így van. És talán még azt is megemlíthetném, hogy jedliket nem hagyja el olyan diák, aki ne rendelkezne nyelvvizsgával. Ezt is egy komoly fegyverténynek tartom. A konkrétumokban lesz nekünk egy jedlik, krúdi, baksa, két tanítási nyelvű technikumoknak meghirdetett versenyünk, nyugat-tunántúli két tanítási nyelvű technikumoknak. Ezt szervezzük majd idén, ez az egyik programunk. Az igazgató hozzátette, ebben az évben külföldi szakmai kirándulásokat terveznek, emellett a 10. évfolyamos szoftverfejlesztő és tesztelő technikus szakos diákok okleveles technikus képzésben vesznek részt a Széchenyi Egyetemmel, ezzel pedig továbbtanulásnál 50 kreditpontot számíthatnak be számukra. Módos Gábor szerint az is cél a jövőben, hogy tovább növeljék duális partnereik számát.